Üdvözlök mindenkit, hatalmas nagy szeretettel ezen a lassan késő estére járó hétfői napon. Most Matthew vagyok, mert úgy döntött Gamfi, illetve Vemza, hogy ők most déli siestára vonulnak, csak nyugat-amerikai időszámítás szerint. Mindegy, ez van, egyedül leszek. Egy igen élvezetes és valószínűleg jó mérkőzéssel. A negyedik forduló záró mérkőzése következik, és melyik két csapat fog játszani? Egészen pontosan a cicák, illetve a Shite Maniacs. Kezdjük előbb a cicákkal, ugyanis hivatalosan ők lesznek most a hazai csapat, bár igazából ez semmit nem számít, talán annyit, hogy ki a kék, illetve ki a narancs. A cicák jelen pillanatban három meccsből egy győzelemmel és két vereséggel állnak. Ideiglenesen 7. helyen, de csak azért, mert egyre kevesebb mérkőzést játszottak, mint volt versenyben álló riválisaik, Lucim, illetve a Pavarinai. Viszont ezen a három szetten 6 győzelmet és 6 vereséget értik el, mármint a szetteken belül. És a játékosok elhagyták a szervert, esetre mindjárt kiderítjük, hogy ez miért. A cicák csapata jelen pillanatban azért küzd, hogy megkezdje a felzárkózást az élmezőnyhöz. Míg Shite Maniacs tapadna szintén az élmezőnyre. Jelen pillanatban a hangyaitok áll az élen hibátlanul. Őt követi, az őket követi az altabb, illetve a napi egyenlőség egy-egy vereséggel. Shite Maniacs egy esetleges győzelemmel feljöhetne akár a második helyre. Ez mondjuk akkor történne meg, hogyha 3-0 arányban vernék meg most cicák csapatát. Ahogy számolom, legrosszabb esetben is egy harmadik helyre jönnének föl egy esetleges győzelemmel, ugyanis még a 3-2-re nyernének is, akkor is jobb lenne az összesített nyert, illetve vesztett arányok, mint jelenleg plusz 2-vel álló napi egyenlőségi. Cicák pedig mindenféleképpen egy győzelem esetén minimum az 5. helyre tornáznák föl magukat. Na. Elvileg cross-platform problémák vannak, és orvosoljuk. Pillanat, és jövünk. I'm up in my head. I've been sitting here for too long. I'm stuck in my bed. I'm not tired, I'm trying to find out what's wrong. Meg is oldódott a cross-platform probléma, innentől kezdve minden játékos megvan, én pedig elmondtam a mondandóimat, így nem tart vissza semmi attól, hogy megadjuk a játékosoknak a kezdő sípszót, és kezdetét is veheti a találkozó. Ilyen kedvéért kékben a cicák csapata, narancsban pedig a Shite Maniacs, és akiknek jelen pillanatban még nem állnak 3-0-as vezetésre a szedben. Na de ez is oldódott. Gogi! Innentől kezdve megoldódott a probléma. Mateos indítatja meg a támadást. Visszapassz Zolihoz, aki nem találja el jól, Nikónak. Ez egy könnyű zsákmány. Jelőre passz, Zolinak kell figyelnie, és hát érdekes mozdulata, de ki tudja hárítani. Nikóda végállomás, Mateos azt megvicceli, és te inkább befejező ember. 1-0-ra vezetett fel a cicát. Nem volt jó a tisztázás Zolitól, próbálta javítani ott a mozdulatát, Mataoszt is megvicceli, fordulna vissza, de már ott elkésett. Likód még egy demóval nyomatékosítja a helyzetet, én pedig bevágja közvetlen közelről. 1-0, gyors kezdés. Azért ahogy láttam itt a fogadást, elég sokan fogadtatok itt a narancssárga csapatra. Hát best of 3, szóval akármi meg lehet.
ahhoz képest, hogy ebben a szezonban álltunk át a Best of 5-re, már kettő River Sweep-et láthattunk is. Az egyik elszenvedője ráadásul pont a cicák csapata volt a napi egyenlőség ellen. Valószínűleg nem szeretnék ezt megismételni még egyszer. Tehénke próbálná beadni középre Dikódnak. Érdekes felpassz és kipattan középre Zoli, óriási védés! Szép védés volt Zolitól, már kiáltottam volna egy 2-0, ahhoz képest ők indíthatnak kontrát, főleg miután Tehénke mellé ugrott a labdának. Dikód 100 boosttal, Zolival szemben kell egy 1v1-et megvívnia. Ebből fogalmazunk úgy nevető harmadiként Tehénke jött jobban. Matosz indítaná meg egy tapatának újabb támadását. Ezzel viszont fel is szabadítja talán a cicák kapuját, viszont hazaadással korrigálni tudja a helyzetet Zoli. Tehénke mellett elviszi, és most ez egy az egyben Dikóddal, elfogy a boostja. Dikódnak így sem volt könnyű dolga. Viszont odébb rakják Mateoszt is, Zolinak pedig 0 boosttal kell 18 boostos Dikóddal szemben harcolnia, kijön ki győztesen. Tehénke! 2-0! Gyors mérkőzés az biztos, viszont egyelőre ez a cicák csapatának kedvez. Mind a kettő csapat dolgozott már ki helyzeteket. Egyelőre a cicák csapat sokkal inkább jó formában van. Főleg úgy, hogy azért tegyük hozzá, hogy volt ott Tehénkének lövése, amelyet Zoli éppen hogy csak ki tudott ütni a gólvonalról. Milyen kezdésre álmodott a Shite Maniacs. És most Dikód mehetett volna, de ezt Mateusz oldja meg jól. Védelemmel vannak itt problémák. Talán, legalábbis a védelemmel talán nem, de a védekezésből való megindulás, ez pedig egy öngól. Ezt hogy szokták mondani? Ez a... Ne szólj, szám nem fáj, fejem, nem ezt szokták mondani, de mindegy. Pont ráütötték Zolira, akitől iszonyatosan irányt változtat a labda. És végül az oda behullik a hosszú alsóba. Mateusz ezt nem védhette. 3-0 a mérkőzés feléhez közeledve. És a kick-off után továbbra is támadhat akár a cicák csapata. Ez így viszont talán már hideg zuhany a Shite Maniacsnak. Nem igazán fér bele nekik már több vereség, úgymond. Angyaitok ellen ugyanis fejet kellett hajtaniuk. És itt egy esetleges vereség akár azt is jelenteti, hogy a cicák előlép, mint a négy kijutó hely egyik fővárományosa. Az ott egy érdekes pattanás volt, Tehénke nem tudta gólra váltani, de ez az is, hogy a védő nagyon találja el. Mindig keresi önmagát, illetve formáját a Shite Maniacs. A mérkőzés egyelőre sokkal inkább a cicákról szól. Dikót frikjét Zoli védi, jár a védőszentmedál, de Matosz nem tudja messzire ütni. Tehénke! Szép lövés, 4-0! Zoli vitte volna ki oldalra, de Matosz elüti elő, ez pedig egy nagy hiba, mert így pont Tehénke elé tálalja. Onnan méletlenül büntet. 4-0! Szel már. És akkor fután kell figyelnie ismét. Mateusz egy érdekes 50-50, jobban jön ki, Tehénkének kellett egy idős bemutatnia. Kipattanott Zoli, Tehénke ismételten egy óriásit véd. Dikód 0 boosttal, inkább feladja a támadást, Tehénkére hagyja innentől kezdve az egészet. Másfél perc, Dikód. Zolinak lepasszolja a labdát, aki szóval nem tudja áthámozni magát Dikódon. Mateusz előre. Zoli felvenni a támadás szövését, ez nem igazán jön össze. Dikó távolról, elé megy az a labda, kipattanóval talán tud kezdeni valamit. Ő nem, de Tehénke, aki alárepül. Elé magas volt az a labda. Mindenféleképpen bátor elgondolás volt Tehénkétől, hogy ezt megpróbáltak optatkizni, vagy legalábbis egy kísérletet megtenni. Tehénke véd, egy perc van hátra. Zoli előtti el Tehénke. Nem tudom, hogy ez most egy ilyen kezdeti blop, vagy... Még nem igazán melegedett bele a Shite Maniacs, de ez így megy tovább, akkor nem biztos, hogy sok sikereményük lesz a szedben, vagy csak talán már helyben inkább a másodikra készülnek, és próbálják minél kisebb gólarányjal megúszni ezt az első mérkőzést, mert itt azért 4 gólt nehezen fognak már az utolsó 30 másodpercben szerezni, úgyhogy még egyet sem lőttek. És úristen, hogy pattant az be Dikód? Nevéhez írjuk föl a cicák ötödik gólját. Megindul egy erdőből, Zoli elkésik, és én talán nem vagyok benne biztos, de én azért ezt Mateusz öngóljának írnám föl.
nem vagyok benne biztos, azért én azt mondanám, hogy 50-50 arányban volt ehhez közedik kódnak is, mert azért mégiscsak indult el ezzel az erdőből-lel. A Mataosznak is, mert szerintem az kapufárok felé jött volna, vagy elgurult volna a golyvonal mentén. Mindegy, ezzel teszi talán teljesen a cicák első meccsbeli győzelmét Dikód. Talán egy hatodik gól Tehénke? Így érdekes Masti flip, és ott egy hatodik! Talán az lett volna szép, hogyha itt a 0 másodpercnél történik meg, de nem. Egy kickoffra mindenféleképpen lesz időnk. Amely követően eldől, hogy a cicáké lesz az első mérkőzés. Vagy még egy hetedik gól? Atyavi, hogy? Azért mondjuk erre nem nagyon mertem volna egy forintnál többet tenni, hogy... Valószínűleg úgy volt vele már a csapat, hogy... Mindegy, vagy nem beszélték meg, hogy ebből fake kickoff lesz-e, vagy nem. 7-0! Azért ez... Elég durva gólkülönbség. 13 kapra lövés így is, tehát igazából lövéseiknek picivel több, mint a felét góra tudták váltani. Tehénke 2 Mester 3-ast is tudott szerezni, és Sajtmének pedig mindösszesen 3 lövéssel tudta abszolválni ezt a találkozót. Hát nem tudom. Nem az a szoktam mondani, itt már radikális változtatásokra van szükség ahhoz, hogy második mérkőzésen több esély legyen, bár szerintem azért 0-4-nél nem nyomott annyira itt Jazzol, illetve Mateusz. Minden esetre második mérkőzésen az esély, hogy javítsák a hibákat. Egyébként azt azért nem mondtam el a mérkőzés felvezetéseként, bár azért szerettem volna, hogy forduló előtt Tehénke volt versenyben a 4. helyen állt a góllövő listán 30 találattal. Scream is áll még 30 góllal, illetve Richmond áll még 30 góllal a góllövő listán, de hát ők 4 forduló alatt szereztek ennyit, mint Tehénke 3. Még Zoli 24 góllal jelen pillanatban holt versenyben, illetve nem holt versenyben, hanem pillanatban jól számolom, a 7. helyen van. Szóval azért 2 gólerős játékos van itt a csapatoknál. Ráadásul azt is hozzáteszem, hogy Dikód jelenleg a második a gólpasszadó listán, 21 találat, 21 asszisztal. Matosz pedig a 5. 15-tel, professzora van ebben holt versenyben. Szóval azért 2 gólszerzésben erős csapat, és Dikód mutatja, hogy nem csak gólpasszadásban jeleskedik, hanem a góllövésben is, ugyanis ő szerzi meg csapat első gólját. Tehénke zavarta Zolit, aki még ott hozzá tud érni a labdához, de pont Dikódra pattantja vissza, akiről ezzel a kapuban köt ki. 1-0. És a kickoff után Mateusz egy óriási védés. Talán olyan nagy védés volt ez, mint Zolinak a védése az előző mérkőzésen. És talán annyira fontos is. Viszont lehet, hogy ott lehet a Sajtmaniacs egyenlítő gólja, így van. Zoli 1-1. Megszerzi első gólját a Best of 5 párharcban Sajtmaniacs. Mikor talán egy kicsit távol volt. Talán az is kellett hozzá, hogy Tehénke még nem ért vissza a rotálás közben, és ezzel gyorsan kiegyenlítenek. És a kickoff után viszont Dikód visszaveszi a vezetést. 2-1 ezzel már. Jó, pattant be oda a középre, és pont! Ezt labdarúgásban szokták inkább tanítani, de a védő mozgásával ellentétesen lőtte meg ezt Dikód. Arra számított Mataosz, hogy talán a másik sarokba fog jönni. Valahasóba, de nem. Visszalőtte Dikód ott oda, ahol Mataosz állt pár pillanatban korábban. Viszont Zoli keresztlécet lő. Megy itt ám a gólosztozkodás. Úgymond. És talán itt a Sajtmaniacs lelkesedése sincsen itt az egekben. Megszerezték az egyenlítő gólt, aztán rögtön utána megint küzdhetnek az ismételt egyenlítésért. Zolinak kell háttól figyelnie.
Matthaus tisztázása nem sikerült, Dickwood jól ért bele, és talán itt egy kis RNG faktor is volt, mert pont Tehénke elé esett a labda, vagy hogyha itt nem szeretnék szerencsére fogni, akkor azt mondom, hogy Tehénke jól olvasta ezt a szituációt, és ezzel 3-1. Nem áll eddig jól a sajtménia szénája, főleg úgy, hogy a kickoffot ott hagyják, legalábbis nem ment rá senki, leszámítva a kickoffot elvégző embert. Valamit sürgősen ki kellene találnia itt a Sajt Maniacsnak, hogyha nem szeretnék elbukni ezt a Best of 5-öt. Már még azért ezen kívül egy mérkőzést azért meg kellene nyerniük Cáknak, de semmiféleképpen nem jó. Matthaus megkapja a fűpiszetet, de nem tudja elhasználni. Zoli, egy flick, keresztléc, vissza Matthaushoz, aki viszont már rotált vissza, és ezt nem tudta már visszatűzni Kakura. Tudom, összeszokottságbeli hiány lehet itt most? Egy formán kívüliség? Érdekes clear, Dickwood 0 boosttal, de Zoli nem tudja átemelni Dickwoodot, hatalmas mentés. Matthaus. Kicsivel több mint 2 perc van hátra, amikor 3-1-re vezet a cicák a második mérkőzésen. Sőt, lehet majdnem ott lesz a 4-es, sőt, Tehénke kapufa. Tehát most nem a Sajt Maniacs védelmén múlott. Dickwood, de annak később Tehénke szerezhette volna meg a 4. gólt. A csapatok 4. gólját, amivel talán eldönthették volna ezt a második mérkőzést. Már beszélni, keverem a számokat. Már csak megszokott. Matthaus, mint hogy a Dickwoodon átámozi magát. Zoli. Tehénkevel szemben, de Koda szemben egy 1v2, jól hozza le azonban Jazz Zoli. Matthaus, ő viszont leadja Tehénkének. Sőt, Tehénke akár mehet is, elüti Zoli elől, Matthausnak. Nagyon jó egyelőre a cicák védelme, nem igazán tudja megtalálni azt a rést, amivel gólt tudna szerezni a Sajt Maniacs. Na majd talán most egy double tap? Ott is van! Zoli, ezt nagyon szépen csinálta Jazz Zoli. Ott elhagyja Dickwood, valószínűleg azt számított, hogy Tehénke megy erre, de Zoli bepattintja középre, és végül ismételtek apra lövi, bár most második visszanézésre én talán azt mondanám, hogy ez egy öngól, nem tudom. Tehénke hozzáért, az tény. Kameraszög alapján nem tudom eldönteni, hogy az kifele jött-e volna, vagy befele. Lényeg, hogy ezzel visszajön a mérkőzésbe a Sajt Maniacs, de még egyelőre nem állnak jól. Tehénke. Most viszont szépítő gól óta talán itt a Sajt Maniacs tud több offenzát kialakítani. Matthaus 3-3. Kiegyenlít 0-3-ról a Sajt Maniacs. Zolitól ez egy szép passz. Dickwood ment volna rá, de itt már érezte, hogy baj van. És már csak annak szurkolatot, hogy Matthaus ezt kihagyja. Nem tette meg ezt a szívességet. Így 3-3-ra módosul az állás. Jó mérkőzés egy, az biztos. Itt viszont Matthaus elvéti, Dickwood fölé lövi. Dickwood csak inkább kipattanóval. Mehetett volna az a talán Zoli, de inkább a blokkra ment. Viszont nem találta, tehát Tehénke innentől közel nem történt kontakt sem. Zoli. Nem sikerül a tisztázás, Tehénke adhatja vissza. Nem, kapura teszi Tehénke. 4-3. Megrázta magát a Tehén. Dickwood-duó nem hagyták, hogy esetleg egy 7 gólos hátrányból visszajövő Sajt Maniacs akár esetleg mérkőzés is megfordítsa, hanem gyorsan magukhoz ragadják a kezdeményezést, illetve a vezetést is. És a mérkőzés végéhez közeledve láttunk már óriási drámát, ráadásul pont Matthaustól, aki Rio Cup Grand Finalét, ami őrült körülmények között nyerte meg csapatának, bár azért oda kellett fog, illetve Richmond is, de mind a kettő gólt Matthaus szerezte. Természetesen azért csapatmunkával, ne felejtsük el azért ezt. Megindul a visszaszámlás, Dickwood egy nagy fék, Matthaus kiüti előre, nem Zoli volt az elnézést, és ha lepattan, akkor ez azt jelenti, hogy a második mérkőzés a cicáké. Lesz-e sweep? Tehát mennyire 3-0-ra a cicák csapata ezt a mérkőzést, vagy esetleg Sajt Maniacsban van annyi, hogy visszahozzák-e még valahogy. Gyűrűt fordítás lenne azért. A harmadik reverse sweep. A Champion Divízióban. És azért halkan hozzátenném a statisztikusok szerelmeseinek, hogy
kettő River Sweep, ezzel az egyik az pont a Shite Maniacs nevéhez fűződik, a másik pedig cicák ellen. Szóval tényleg nem örülne egy Decode és Tank, hogy a második River Sweep-et szenvednék el. Egyébként a statisztikákra visszatérve azért nagyjából ugyanaz produkálta mind a kettő csapat. Lövésekben, védésekben, minden tekintetben. Egyben nem, az, hogy melyik csapat szerzett hány gólt. Amiben viszont fel kéne javulni a Shite Maniacs-nak. És nem szeretnék elveszíteni a három pontot. Innentől kezdve viszont már nincs menekülni való. Nincs ahova menekülni. Még egy vereség, a set végét jelenteni. Ataos, szép fügtehénkével szemben. Decode szemben is, viszont ez már önfeláldozó megmozdulás volt, és Zoli mehet akár üres kapura. Tehénke visszajött, így nem volt üres, ahhoz képest Zolitól ez egy szép befejezés, és először a set folyamán vezet a Shite Maniacs. És mikor, ha nem a legkritikusabb mérkőzésen, és persze dicsérjük meg Mataosnak a megindulását is, én is nélkület nem lett, nem teremtődött volna meg az a gólszerzési helyzet. Nulla. És úgy néz ki, hogy valószínűleg egy elég durva homembert vagy trappista sajt lehetett, amit itt most Zoli és Mateo szevett, mert megszerezhették volna a második gólyukat is, de a kapufa megmenti a cicák csapatát. Milyen érdekes, rajta egy tejtermék és pont egy tejénk az ellenfél, na mindegy. Tehát, hogy kértek tejénke tejéből is, abból készült az a sajt, na mindegy. Zoli egy centerezés, a tejénke védi a rövid felsőből. Ez érdekes, bounce után kell ismét tejénke négynek figyelnie. A Pedamot Mataosztól. És Zoli mehet egy az egyben Decode-dal. És tehénke! Óriási védés. De még egyelőre nem szabadul a föl a kapu, csak most talán. Egyértelműen jobb formában van most ezen a harmadik mérkőzésen a Shite Maniacs. Kérdés, ez elég lesz ahhoz, hogy megfordítsák a mérkőzés, jó centerezés, de Matosz nem meri megtámadni, mert ott volt tehénke. Támadásban nem igazán tud most érvényesülni a cicák csapata. Hosszú másodpercekre vagy fél percekre be tudják szorítani most őket a Shite Maniacsok, de most talán kiépíteni egy támadást. Decode mindig fönt tartja a levegőben. Egy air dribble. A vége. 50-50 után pedig Mataosz továbbra is mehet. Nulla boosttal backboard. Érkezik a Zoli, nem érkezett, mert Decode sokkal hamarabb ment arra a labdára. Tehénke. Hoppá! Lövés Decode-tól, de Zoli védi. Mérkőzés felé ez érve, viszont sokkal kevesebb gól van, mint a előző mérkőzések. Mérkőzéseken Mataosz, ez egy szép mozdulat és 2-0. 2-0-ra vezet már, ott talán volt egy bump, aztán Decode mellett is jól viszi el Mataosz, tehénke pedig siet, de már csak Mataosz farvizében nézhette ezt a helyzetet, meg ezt a Quasar gól robbanást. És nem áll le a Shite Maniacs. Nem szeretnének itt most 2-0-nál megállni kockáztatva, bár mondjuk itt most elmiszeli Mataosz, de nem tudja korrigálni. Nem, mert Decode már rögtön megy és zavarja az életét. Zoli. Tehénkét is magával viszi. Szóval pont ott spawnol tehénke, ahol Zoli vihette volna, hát igen. Erről már voltak filozofálgatások korábbi mérkőzéseken, hogy talán ez az egyetlen szerencsefaktor a játékban, hogy ugye ma utánhoz spawnolsz. Hoppá! Zolitól ez egy óriási hiba. És tehénke kihasználja, szépít ezzel a cicák csapata. Mataosz nem tudja kitisztázni, ceiling clear-el próbálkozott volna, de Decode ezt olvasta, Zoli ezt pedig nem tudta, és tehénke, befejező ember. Zoli, nulla boost-tal kénytelen, mi sikerül neki, amire szerez boost-ot, addigra Mataosznak kell ezt 1v2-ben lehoznia, Decode! A hosszú felsőbe akarta küldeni ezt a labdát, éppen hogy csak mellé ment. Viszont itt most figyelnie kell, mert Tehénke addig zavarta Mataoszt, amíg végül
Egyedül maradt a labda, most viszont mehetnek 2v1-ben, Dikód odaér. Zoli talán újra ráüti Dikódra, és így pont Tehink elé pattan, ez már nem az első évben, és másik ilyen alkalom. Zoli, ott ebben némi rizikófaktor, mert hogyha pár centivel beljebb megy az a labda, akkor már lehet, hogy 2-2-t mutatna az állás, mert Mateos szinte le volt blokkolva, és csak kicsit később tudott rámenni arra. Mateos! Neki kell figyelnie viszont. Egy lövéssel, illetve kettővel, bocsánat. Egy kiszedi, de Mateos továbbra is. Utolsó egy perc helyhez érkezünk ennek a harmadik mérkőzésnek. Egyelőre vezet a Sajt Maniacs, de nagyon a... vékony, igen, van most egyelőre ez a vezetés. Dikód. Sokadik olyan helyzetét dolgozza ki itt a cicák csapat, amelyeket nem igazán a védőkön múlik. Tehénke! Zoli. Dikód éles szögből... Mateos! Hogy szedte azt ki? Ez már nem is az első, és a másik olyan védés a Sajt Maniacsnál, aminél már kiáltotta volna az ember, hogy gól, ahhoz képest valamelyik narancsjátékos rám cáfolt. És marad továbbra is a vezetés a Sajt Maniacsnál. Dikód pedig ezt el is misszeli, talán kicsit megzavart őt ez az előbbi szituáció, ezek arra szerint, hogy ő is 2-2 lesz, nem így lett. Mindent egy lapra feltéve védekezik. Sajt Maniacs és mindent egy lapra feltéve támad a cizák csapata, ahhoz képest most is szerepcsere van. Mateos eldöntette volna a mérkőzést. Egy utolsó támadás talán, Dikód. Zoli kiüti oldalra, Tehénke még fönt tudja tartani. Lesz-e klács? Nem, Zoli leüti. És ezzel visszajön a mérkőzésbe. Sajt Maniacs. Örgös egy mérkőzés azért. Helyzeteinek kihasználásában tudott itt most javítani a Sajt Maniacsok csapata. Mert azért ugyanúgy kevesebb lövésük volt kapura, mint a korábbi mérkőzéseken. Ahhoz képest azért, ami volt helyzetük, azt ki tudták használni. 7 lövése volt a cicáknak, amelyekből viszont csak egyet tudtak góra váltani. Itt azért jobban szerepelt Sajt Maniacs védelme. Nem annyira jól a cicáknak a támadó szekciója. De ezzel még mindig csak 2-1. És lesz-e vajon reverse sweep? Tudom, hogy itt egy-kettes szettállásnál azért ezt még korai megkérdezni. De továbbra is setpontja van a cicáknak. Ott kell megindítani a támadást, Mateos. Ahogy a Zolinak. Most itt talán... kicsit nagyobb hőfokon van itt a Sajt Maniacs csapata. Nem hagyja magát, Tehénke és Dikód. Mateos, ezt jó hozzá el. A double commit. Talán jobban jön ki most is Sajt Maniacs. Zoli egy éles szögbe adott lövés, Dikód védi a rövid felsőnél. Maradt továbbra is egy kapu előterében, Mateos. Dikód véd. Ismételten. Zoli megkapja a flip resetet, de nem tudja elhasználni. Illetve tudja használni. És ott a szerencsefaktor kapufa még egyszer. A kipattanok Mateos lövi, ezt meg Tehénke védi. Most viszont talán úgy tűnik, hogy felül tud erekedni védelem ellenfelén Sajt Maniacs. Zoli pedig ezt már góllal is mutatja. Tehát hány helyzetet úszott meg a cicák csapata, ezt viszont már nem tudta. Dikód repül. Ezt már nem érhette el. 1-0. Ezért lényegesen közele van itt a reverse sweephez a Sajt Maniacs, így már, bár igazából 4 perc van hátra ebből a mérkőzésből. Még simán lehet akár cicák győzelem. Úgy, hogyha ember hátrányban kénytelen Dikód védekez enki kirobbantása miatt, nem igazán növeli a győzelmi esélyeiket. Főleg úgy, hogyha továbbra is Sajt Maniacs támad. Dikód! Ez majdnem bevétte Dikód, de végül is Mateos büntet. 2-0. Zoli, egy double tap. Könnyűnek kellett volna, mert Zolit akarta talán kicselezni ezzel, de nem vagyok benne biztos, hogy ez Dikód így akarta. Bár hogyha nem veszük bele azt, hogy jött Mateos és ez góra váltotta, hogy azt nem veszük bele, akkor sem vagyok benne biztos, hogy Dikód ezt így akarta. Így viszont szívhatja a fogát, és... Nem kapta meg a védésért, a kék játékos pedig mindenféleképpen megérdemelte volna. De Mateos lövése gólba tartott, ahhoz képest így is mellé ment. Tehénke Mateosszal szemben, egy fék, nem sikerül, Mateos javédés. Mikor a szemben Mateos, ez a helyet Zoli.
helyénke veszi át a támadás vonalának szövését. Helyén, a középre Dikót hoz, Dikót egy távoli lövés backboardra, nem éri el a védő, Dikót egy double tap mellé kapufa. Aztán tehénke. Jöhetett Zoli. Tehénke. Játhámozik Dikót Mateuson magát, illetve mégiscsak nem tudja viszont Zoli mellett eltenni a labdát, tehénke utána kipattanót. Fölé is, meg mellé is. Zoli elvéti. Mateus viszont odébb rakja tehénke. De talán tud kezdeni valamit. Cicák csapata. Backboardra föltett labda. Tehénke kipattanott. 2-1. Szépít ezzel a cicák csapata. Dikóttól ez egy szép támadás. Jól emeri át a védőjét. És tálal. Már-már egy öcsillagos szállodában. Látható svéd asztalosan. Tehénke elé. Kinek csak be kellett lőnie. Mérkőzés felé ez érve. Marad a két gólos hátrány ugyanis a fután. Visszaállítja. Pár pillanattal korábban látható differenciát. Rajtmaniacs ismét két gólos a különbség. 3-1 már. És ezt azért dicsék Mateuson is, mert szépen beküldte oda kapufa mellé. Nem lettem volna labda útjában. Olyan iszonyatosan meg lett küld, hogy valószínűleg az egy demóival is elért volna, kis túlzással. Továbbra is Mateus. Dikót azért a tehénkével szemben, ki valahogy ügye baja, ki tudja ezt ütni, ezt viszont jól viszi el. Tehénke 4. 50-50 után Dikót elé pattan a labda, aki nem találja el. Lehet, hogy elfogyott a boostja. Nem tudom. A kamerállásban nem volt egyértelmű ezt a kérdést eldönteni. Tehénke, Mateussal szemben az 50-50. Mindig Tehénke, próbálkozott van egy féket Zolival szemben, de Mateus nevető harmadikként jön ki jobban ebből a szituációból. Másfél perc van hátra. Cicáknak most már azért lassan kénytelenek. Cicák lassan kénytelen feladni védekezését, bár igazából másfél perc. Még azért a világ minden ideje egy kipulós hátrányból visszajönni, de nem tud annyi. Ó, gonfiátok Dikót golyával. Ismételten szép. Tehát pont azt akartam mondani, hogy nem tud annyi gólhelyzetet kialakítani itt a cicák csapata. Aztán Dikót rám cáfol, hogy ha csak három helyzet van, de abból hármat be is lőnek, olyan, hogy három gól, és azzal már 3-3 lenne az állás. És mint láthattuk az előző mérkőzés végén azért elég kevés gólhelyzetet alakított ki. Sajtmaniacs mégis gólt tudtak elérni. Itt viszont addig-addig megy a pofoszkodás, még végül Mateus ismét két gólos különbségre állítja vissza a mérkőzést. Lövés, fölüti, nem, Zoli volt az, elnézést. Az zavart meg, hogy Mateus az, aki elsőre kapura tűzte. Zoli volt a befejező ember, 4-2. Egy varázsmérkőzés. És ha melyik csapat jön ki majd belőle győztesen, ezt innen meg nem mondanám. Zoli véd egy óriásit a hosszú felsőnél. Egy perc van hátra a mérkőzésből. Ez egy jó passz volt Dikottól, aki talán nem számított erre, hogy a két védő között átjön az a labda, és már inkább rotált visszafelé. Viszont megtaszhatja tehénk egy kicsit Zolit. Mateus át is veszi a állás lehetőséget, az be fog pattani az a labda. 4-3, tehénk egy távoli aerial góllal. Nézzük! Igen, double commit. Mi? Mind a négy játékos ment arra a labdára, és tehénke lövi be végül. Tehát ez már quadra commit a javából. Még egyelőre ez még nem túl jó hír a cicáknak, egyet még úgy muszáj találniuk, hogyha legalább hosszabbításra akarják menteni ezt a mérkőzést. Lopattam be tehénke elé, lesz a double tap. Nem, Mateus. Kellett az a védés, mert egy nagy összegben mertem volna fogadni arra, hogy Tehénke eltalálja a double tap-et és abból gól lett volna. Így viszont továbbra is küzdenie kell, hogy hosszabbítás legyen. Zoli egy távoli lövés, lesz a double tap? Lett is, lett abból egy triple is, de mindegyik alkalommal kapufára lőtte. Mateus itt a végén egy ceiling shot. Dikót üti ki, és fönn tudja tartani, ez bravúros megoldás Dikóttól. Jó teszi el, és mellé.
nem is ment volna el a kapuig. És ezzel 2-2, visszajön 0-2-ről a Shite Maniacs. Melyik csapaté lesz itt a 3 pont? Ez itt a nagyon nagy kérdés. Azért a Shite Maniacs itt most nagyon sok helyzetet tudott kidolgozni, 12 lövés szemben a Ticák 7 próbálkozásával. Óriási mérkőzés. Óriási egy szett. És lesz-e reverse sweep? Ezt azért most már nyugodtan föl lehet tenni ezt a kérdést. Mert azért sokkal több esélyt látok arra, hogy a Shite Maniacs behúzza ezt a 3 pontot, mint eddig. Azért tehénke és decode. Azért halkan hozzátenném, hogy már a 6 ponttal lenne többjük egyébként, hogyha best of 3 lenne. Mert a napi egyenlőséggel is vezettek 2-0-ra. És a Shite Maniacs ellen is 2-0-ra. A Shite Maniacs ellen végül 3-2-re veszítettek. Ezek tényleg átkoznák a best of 5-öt, hogyha ezt is elbuknák. De még nem dőlt el semmi. Tiszta lap. Ugyanúgy egyetlen egy mérkőzés. Ehénke, nem tudja átámulni magát Zolin. A Taos be középre, elvét itt Ehénke, de Dikod így is. Tudja menteni. Zoli. Nem, Ehénke, elnézést. Hoppá, hoppá! Kibámpolja egymást a két játékos, és Matosz még egy védést megkapja, Ehénké a gól, 1-0. Nem látszódik a gól. Tehát a fontos szituáció, a Dikót kibámpolta Mateoszt, aki még próbálja menteni a menthetőt, aki védést még kap érte, de tehénkéről befelé pattan, 1-0. Zoli. Így viszont jelen áll szerint nem lesz reverse sweep. De lehet, hogy mindjárt rendszáfol Mataosz, nem Dikod. Óriási védés. Maradt támadásban azonban a Shite Maniacs, elhagyja Mataosznak Zoli. Centerezés, Tehénke a kapufával valahogy tisztázott, Dikod pedig nem éri el. Ez egy risky challenge volt Tehénkétől, mert ezzel Mataosz mehet éles szögből, Dikod ismételten véd. Zoli. Ketten veszik körbe Dikodot, aki szerintem nulla boost-tal van, mert a képből nem tudtam eldönteni, de mozgásából már inkább. Hoppá, Zoli! Tehénke! Most viszont védőmunkában kell maradandót nyújtani itt most a Ticák csapatának, mert a 0-1 után minden létező energiáját a támadásra összpontosítja itt a Shite Maniacs. Tehénkének! Újabb védés! Zoli viszont visszaküldeni középre Mataosznak. Dikod mellett jól ütél, de Mataosz arra nem érkezik. 2 perccel is tett a mérkőzésből. Mataosz egy lövés! Dikód! Tehénke, bocsánat! Annyira pörög itt a mérkőzés, és nem is kapnak érte védést. Nagyon nehéz már követni, mi történik. Dikód! Kijutja oldalra, jár a védőszent medál. Gondolhatja, hogy végre valahára már megérdemelte. Zoli egy ceiling shot. Meddig lehet bírni még ezt a védekezést? Tehénke a clear-rel. Dikód. Ez talán egy kontratámadás, de elhagyja Dikód a labdát. Egyértelműen kirajzolódik, hogy itt most rá fog feküdni erre az 1-0-ra, és kontratámadásokra fog berendezkedni a Ticák csapata. Akkora energiát összpontosít itt Zoli és Mataosz a támadásra, hogy az valami hihetetlen. Zoli a double tap-e, Dikód véd, 4. védése már Dikódnak. De szerintem lesz az több is, mert 1-2-t nem kapott meg. Itt viszont elvéti Mataosz, üres kapu, 2-0, és ezzel már óriási bajban a Shite Maniacs. Meg nem kockázhatni, hogy ez összesen a második kaprólövése volt a Ticák csapatának. Ki tudja, hánynál tarthat már a Shite Maniacs, ilyen 5-nél, 6-nál már? És hogyha eddig intenzív, meg örgős volt az az offenzíva, amit itt a Shite Maniacs mutatott, akkor mi lesz ezután? Mert most már tényleg mindent egy lapra feltéve kell támadniuk, hiába van hátra 2 perc. Ez ellen ilyen igen jó védekező Tehénke Dikó duo ellen, főleg így, hogyha üresen marad a kapu. 3-0.
nem éri el, Zoli felelőtlenül eladott labda volt az, és végül Nikód helyett tehénke. 3-0. Van-e még innen visszaút? Jelenleg szerint tényleg nem lesz reverse sweep. Zoli, ott hagyott, ha nem hagyja ott tehénkének. Mateusz, küldeni előre Zolinak? Nagyon magas az a labda, nem jó Zolinak. Mateusz folytatja a támadást. Picode, föl a clearre. Vészesen fogy az idő. Lassan elérkezünk ahhoz a lélektani határhoz, amikor muszáj betalálni a Shark Maniacs-nak, hogyha még szeretnének valamit keresni ezen a mérkőzésen. Ahhoz képest Decode egy flick, Mateusz! Valahogy ki tudja védeni, egy perc. Nem adja még fel a Shark Maniacs. Tehénke megszerezhette volna a csapat a negyedik és mindent eldöntő gólját. Ahhoz képest most viszont támad a Shark Maniacs egy jó centerezés, Zoli! Tehén! Védőszem medál. Jár neki. Decode indíthatná a támadást. Tehénke egy távoli lövés, ezt meg Mateusz védi óriási bravúrral. Vissza a centerezés, Tehénke nem találja el a labdát. Egy perc van hátra. Három gólos hátrány még mindig. Zoli! Flick! Tehénke véd! Már nem is kapnak védést a játékosok. Mindentől kezdve szerintem már jelenthetjük, hogy 3 pont a cicáké. Decode! Ki tudja tisztázni? Tehénke be középre. Zoli kiüti. Innentől kezdve már talán egy szépítő gólban reménykedett. Shark Maniacs viszont ennek vége. Cicák begyűjti második győzelmét is az alapszakaszban. És ezzel tapadnak az élmezőnyre. Óriási mérkőzés volt, a végére azért támadásban följött a cicák, 7 lövést tudtak abszolút, de azért nézzük meg, 7 védést írt föl nekik a játék. De azért halkan hozzátenném, hogy szerintem dupla ennyi volt a játékosoknak. Ezzel cicák begyűjtötte második 3 pontját. Shark Maniacsnak egyébként támadásban nem igazán sikerült tökéleteset nyújtani. Arra gondolok én itt inkább, hogy... Tehát nagyon sok volt a kihagyott helyzet. Nagyon sok volt, amikor akár 99%-os helyzetben mehettek volna kapura. De az az 1% az az volt, hogy valamelyik cicák játékos kivédi. És ezzel mindjárt tekinthetünk egy pillantást a tabellára, amennyiben úgy dönt a rendszer, hogy ezt meg akarja mutatni. És van, nézzük a tabellát. Ellenállás szerint tehát a cicák csapata följön az 5. helyre, 3-2-re nyertek, ezáltal úgymond nekik van a legrosszabb plusz-minuszuk a 6 pontos csapatokat illetően, ami igazából jelenleg a Shark Maniacs. Tehát milyen érdekes, hogy megverték a Shark Maniacs-et, mégis mögöttük vannak. Várjatok egy kis türelmet, kihirdetem a fogadás győzteseit. Szóval, tehát milyen érdekes, hogy cicák megverte a Shark Maniacs-et, viszont cicák szetteken belül 9-et nyert, a Shark Maniacs pedig 10-et, és ugyanannyit vesztettek, így a Shark Maniacs jelen pillanatban még tartja a negyedik helyet, de nagyon oda kell figyelniük a folytatásban, ezzel a cicák ugyanis szintén bejelentkezett talán LOL-ra kijutó negyedik helyért, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a folytatásban.